ötödik éve, hogy kiírjuk ezt az év agrárembere díjat. Elkezdtem összeszámolni, hogy 5 év alatt milyen számok jöttek össze, 144 döntősünk volt, és több mint 1 millió videó megtekintés. Tehát több mint 250 videót készítettünk, ez egy óriási mennyiség. Rengeteg emberrel találkoztunk, rengeteg gazdász kollégával találkoztunk, akik hihetetlen teljesítményt nyújtanak az év agrárembere díj vizsgálata alá eső társadalmi szerepvállalásban. Az elején azt mondták, hogy nem fog ez eljutni második évig se, nem hogy 5 évig, vagy 10 évig. Én meg azt gondolom, hogy még a következő 5 vagy következő 10 évünk biztos hátra van, mire ezek a jó jelöltek elfogynak, bár szerintem nem fognak elfogyni, mert egyrészt mindig újra termelődnek, másrészt pedig rengetegen vannak, rengeteg olyan gazdász kolléga van, aki kitesz magáért azon a településen, ahol él. Az ő társadalmi szerepvállásokon keresztül tudjuk megmutatni, milyen értéke van a vidéknek. Azok az emberek, akik nem ismerik a mezőgazdaságot, vagy csak újságból, vagy ilyen-olyan tévéműsorból, több-kevesebb sikerrel tájékozódnak róla, hogy mit jelent gazdálkodónak lenni. Mit jelent az, hogyha valaki pár száz hektáron, vagy több ezer hektáron gazdálkodik, milyen veszélynek van kitéve az ültetvénye. Az idejében volt először, hogy a zsűri elnököt kellett felhívnunk, vagy felkérnünk arra, hogy több kategóriában is a döntést meghozza, mert szavazat egyenlőség volt, pedig rengeteg zsűritagunk van, több mint 80 fő zsűrink van. Az azt jelenti, hogy kategóriánként több mint 7 zsűritagunk van. Elsőben Fazekas Sándor miniszter úr, idén pedig Nagy István miniszter úr a rendezvény fővédnöke. Ők nem csak papíron fővédnökök, akik a nevüket adják a rendezvényhez, hanem a gálaesten is velünk vannak, díjat adnak át, végülnek egy 6-7 órás gálaestet velünk, látják a jelöltjeink teljesítményét, szerintem kifejezetten fontos az, hogy a szaktárca vezetői első kézből tájékozódhatnak róla, hogy milyen kiváló emberek vannak köztünk. Egy olyan kitüntetést adunk át, ami egyébként egy magánkezdeményezés, és mégis velünk van a szaktárca, velünk van az Agrárgazdasági Kamara, velünk van a MAGOSZ elnöksége, büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen támogatói körbe vagyunk, nem csak a gazdasági szférából, hanem a kormányzat, illetve a non-profit szférából is.